Az üzletvezetője szerint a Bonyhádi Italdiszkont folyamatosan újít, fejleszt és rendszeresen új beruházásokon gondolkozik. Munkájukat júniusban évboltja szakmai különdíjjal ismerték el. A céljaink ezzel az, hogy még több vásárlót szerezzünk, és a Bonyhád város, illetve környékben, akár Tolna megye vásárlóközönségét még ide csábítsuk a boltunkba. Ezt másképp nem tudjuk elérni, mint meglévő jó árainkkal, illetve nem ár emelésekkel, hanem inkább akciókkal, árcsökkentésekkel. Reméljük, ezt tudjuk tartani. Hát nagy árcsökkentést nem ígérek, de hogy sokáig ezeket a meglévő jó árakat tudjuk tartani, ez majdnem szinte biztos. A készleteink erre följogosítanak, hogy ezt el tudja mondani. Mégpedig amire fókuszálunk, hogy nyár idején a víz, arra várunk még nagyobb akciókat, vagy tudunk majd adni július hónapban akciót. A sőráraink, amik alapvetőleg maguk körbeszélnek, és amit biztos mondhatok, hogy már majdnem ilyen karácsonyi távlatokat tudok mondani, hogy karácsonyig tudunk DRS-mentes termékeket adni a kedves vevőknek többféle szegmensben, főként sörök, ásványvizek és üdítők tekintetében. Mint tudjuk, országos szinten a DRSD bevezetésre került az 1 decistől, ha jól tudom, akkor a 3 literes termékekig minden egyes termékre ezentúl majd 50 forint kiszabásra kerül, ami ugye egy árdrágító tényező, és ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj, tehát ez egy kötelező, rossz lesz mind a vevőknek, mind nekünk, de helyén kell tudnunk kezelni, hiszen ez egy kényszerhelyzet, nem tudunk más csinálni. Tehát az árdrágítás ellen úgy védekezünk, hogy jöjjenek hozzánk bizalommal, nézzék meg a termékeinket, mert nekünk még a 90% ezekből a termékörökből áll. A bolt a kezdetektől lépésről lépésre haladt és bővült. A vevők visszajelzései alapján alakítják áraikat és beszerzéseiket. Tehát rá kellett jönni erre a sok év alatt, hogy nekünk első körben nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jó vevőink voltak és anyagilag erősek, de most sajnos be kell lépnünk abba a körbe, hogy akár Aldi, Lidl árak alatt áruljunk tartósan, hosszan, úgyhogy nagyon szépen kérem azokat a vevőket, akik még nem jártak nálunk, hogy jöjjenek el hozzánk, mert nyugodtan mondhatom azt, hogyha kartonos vásárlást vagy kicsit nagyobb tétele vásárolnak, akkor nálunk jobban járhatnak. Nem minden esetben, de többnyire azon törekszünk, és hogyha valami nem tetszik, akkor kérem jelezzék, mert amint tudunk, még változtatunk a siker érdekében. A vállalkozás célja, hogy 2025-re a régió egyik legerősebb italdiszkontja legyen.